mindenki kap egy palástot, névre szóló sablon van, mindenkinek a kezdőbe, nevének a kezdőbetűje ott van rajta, majd a Flóra mindenkinek kiosztja, jó? Palástot készítenek a kis szuperhősök a Babits Mihály Kulturális Központ e-heti tematikus táborában. Mindenki a saját nevének kezdőbetűjével ellátott Superman emblémát rajzolhatta a palástjára. A szervezők számos programot terveztek a hétre, de a koncepció része volt az is, hogy a mindennapok hőseit bemutassák a gyerekeknek. Ez olyan jól sikerült, hogy hétfőn mindenki rendőr, kedden mindenki katona akart lenni. Kivéve Zengődi Miklóst, aki saját bevallása szerint nagyon elfáradt a kiképző pályán. Katonai akadálypálya is volt. A tesóm mindenre jót mondott, én mindenben elfáradtam, mert nagyon nehéz volt. De azért tetszett? Hát igen, a célbadobás volt az egyik kedvencem. Kismődi Rita, a Babits Mihály Kulturális Központ munkatársa, a tábor egyik szervezője azt mondja, nagyon élvezték a gyerekek az elmúlt napok programjait, és reméli, hogy az elkövetkezendőkkel is így lesz majd. Délután pedig kézműves foglalkozás lesz, pénteken pedig moziba megyünk. Scooby című filmet fogják megnézni a gyerekek, délután pedig játszóterezünk, kihasználjuk még a jó időt. A gyerekek a sok-sok élmény mellett kaptak a tábor tematikájának megfelelő kulacsot, sapkát és tornazsákot. Ezen kívül mindenki hazaviheti a kézműves foglalkozásokon készített szuperhősös dolgait.